Shoot for Earth, vagyis forgassa földért. Ez a címe annak az április 15-én induló magyar kezdeményezésű filmkészítő világjátéknak, melyet közösen szervez a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara, valamint a Forgassa Földért Alapítvány. A verseny a környezettudatos gondolkodást próbálja erősíteni. Tavaly kezdődött október 5-én jelentettük be a New Yorkban, a New York Egyetemen volt a felvezető programja, ahol azt is bejelentettük, hogy az idei játék, ennek az áprilisi játéknak a fővédnöke, Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés elnöke, ami számunkra nagy öröm, hiszen egy olyan diplomata, aki a világgal áll kapcsolatban, ő az, aki vállalta ennek a fővédnökségét. A játékra egyébként bárki, bárhonnan jelentkezhet, korosztályi megkötés és nevezési díj nincs. A beküldött pályamű lehet élőszereplős rövid film, videoklip vagy animáció. Emellett a forgatásnál bármilyen mozgóképrögzítő eszközt lehet használni. A játék mindenhol délelőtt 10 órakor kezdődik, a helyi időzóna szerint. Addig várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a játékban, természetesen Magyarországon a mi időszámításunk szerint, és vasárnap délelőtt 10-ig kell feltölteni a kész filmet az internetre, a játék szabályai szerint, és hát nagyon sok dolgunk van utána, hiszen a filmeket ki kell küldeni a zsűrinek, lesz egy ilyen online élő zsűrizés a nemzetközi zsűri tagjai között, és aztán kedden délelőtt 11-kor eredményhirdetés. A résztvevő stáboknak maximum 1 perc hosszúságú filmekben kell felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért.